vártam ezt a pillanatot. Hát nyilván minden nagyon vártam ezt is, többek között. Nem maradok szégyenben. Csak megkaptam az esőt, addig nyomtam a gombot. Még ez nincs is semmi baj. Csak most konkrétan mindenhonnan víz jön. Alulról, fölülről, oldalról. Ezt nevezik cummantásnak. Fél három van. Most tetőzik a hőség, és így bíztam benne. Esetleg ez az út árnyékos lesz, de nem. Konkrétan szemből vert teli be a nap. Kéne átmenni valahol. Nem tűnik olyan egyszerűnek a dolog. A bakony az elburjánzott.
sosem láttam meg foltos szalamandrát. Mióta akartam egyet elcsípni, és most épp itt volt előttem az úton. És miért láttam egy húszt? Szarvasok. Ott egy vaddisznó. Nem kis darab. De még csak egy van belőle. Követem őket. Egy egész csorda van itt. Kicsik is vannak. Jó óvatos vagyok. Közben azt kubizom, hogy egy negatív szkenárió esetén melyik fára mászom fel. Hát vagy olyan van, amire nem tudok felmászni, vagy olyan, ami nem bír el. Szóval jók az esélyek. Itt vagyok fönn Sírokváránban. A látványtól is mindjárt sírok. Itt vagyok, Vadna község vasútállomásán. Hát ne túlozzuk el, bár ez egész kis pofás ez a kis esőbe álló. Gyönyörű szikrázó napsütést mondtak mára. Hát itt köd van. Csak minden túra így érne véget, hogy medencébe lógatom a lábamat, közben csak egy koktél hiányzik innen. Megenetem a pizzát, kajolok.
kő. Ez egyik kedvenc helyem. Enni, inni, csak a pecsételés miatt fogok megállni. 5,3-as átlaggal úgy tűnik végig tudok menni 60 km-en, és Csabáról Dorogra, ami kb. 20 km, 3 óra 20 perc alatt át is értem. Magyarország egyik legmagasabb hegyét megállás nélkül 1 óra 5 perc alatt non plusz ultra, hogy 11 óráig akartam ideérni, az a kékes tetérő 2,5 óra alatt. 10:45 van. Egy évre terveztem, és 8 hónap alatt végigmentem rajta. Nem nagyon lehet szavakkal leírni ezt az utat, ezt át kell élni. És azt gondolom, hogy ezen bárki végig tud menni, főleg, hogy nincsen időkorlát. Én kihívásokat kerestem, és cserébe kalandokat kaptam inkább. A füzetet megtartom emlékbe magamnak. Innen amúgy már nincsen sok, vissza kell menjek az elágazásig, ez kb. 1,5 km, ahonnan jöttem, és onnan kb. Még 2 km a kilátó, ennyi maradt, és itt a vége.